Az Alpinstars hazai márka szaküzletében, a Motosztárban, a Petneházi utcában egy ideje megjelentek a Bell bukós isakok, mivel ugye ebben az üzletben dominálnak a sportos ruházati termékek is, tehát nagyon sokféle bőrkombit, kimondottan pályára készült egyrészes bőrruhát, és ezeknek ugye az abszolút csúcs kategóriáját találjátok meg. Éppen ezért ide nagyon passzolnak a szintén prémium kategóriás és legfelső szegmensbe sorolható Bell bukós isakok, amelyek világszerte nagyon ismertek. Ugye ezekről már mi készítettünk nektek egy bemutató videót korábban, azt vissza is tudjátok nézni. De itt a Motosztárban a modellcsaládból, tehát a Bellnek a sokféle modellcsaládjából alapvetően a Star modellek dominálnak, amelyek közül most kettő található meg, az Alap Star kivitel, illetőleg a Race-Star, amelyik jellemzően kimondottan és definiáltan versenypálya használatra lett kitalálva és kifejlesztve. Nagyon röviden fussuk végig csak a sisakoknak a fő jellemzőit. Ugye az Alap Star kivitel, egy csomó mindenben megegyeznek egymással, de egy csomó mindenben meg különböznek. Trikompozit héjat kapott az Alap Star kivitel, ami azt jelenti, hogy már ez is tartalmaz karbont. A plexie az megkapja értelemszerűen a pinlockot, és mindegyik egy teljesen felnyitott, és a lezárás és bekattanás előtt egy ilyen enyhén szellőző alsó állása van, tehát ez igazából csak kinyitva és lecsukva van, amikor pedig gyorsan mész, akkor rendesen bekattintod. A plexi levétele is egyébként egy mozdulat, tehát megfogod, benyomod, és már lenn is van, tehát ennyi a plexi csere összesen. Visszatenni a helyére pedig szintén egyetlen árva mozdulat. És ami ugye nagyon fontos a Bell bukós isakokban, az a koponya védelem, amiben ők kiemelkedőek, ugyanis itt az Alap Sztárnál a MIPS rendszer található meg, ami azt jelenti, hogy van egy, itt látjátok, ez a sárga anyag, van egy elmozdulásra képes réteg, ami a nem teljesen merőleges erőbehatásoknál jelentős mértékben képes lecsökkenteni a koponyádat, és elsősorban azon belül az agyadat érő hatásokat. Az arcpárna az természetesen kivehető és cserélhető, itt patenttel van betéve a helyére, és ami még egy nagyon fontos, és hát ugye az teljesen értelemszerű, hogy minden sztárbukós isak dupla D gyűrűs, viszont a zárás az nem egy patent, hanem egy mágnes, tehát ez minden esetben fogod, így elengeded, és ilyen távolságból már odahúzza, és nem kell azzal vacakolnod, például, hogyha kesztyűben veszed föl, hogy na vajon hol van a patent, és hogy tudod befűzni. A szellőző rendszer az rendkívül összetett. Ugye van egy álszellőzőnk, ezt tudjuk nyitni, zárni külön. Van egy homlok szellőzőnk, ezt is alul zár, fölül nyit. Van egy fejtető szellőző, nyit, zár, ez is, mindegyiket külön-külön tudjuk kezelni. Hátul pedig van egy szintén nyitható és zárható szívónyílásunk, tehát hogy milyen legyen az áthúzás, a hátsó vákum eredményeképpen azt is itt tudod szabályozni, de ezen kívül kilépőnyílás, fix kilépőnyílás van még itt közép magasságban és egészen lent a tarkónál, tehát gyakorlatilag minden szinten átjárja a levegő. A gyár az ugye kimondottan ki is emeli, hogy jó a szellőzés. Ezt a 2 évvel ezelőtti menetpróbában kizárólag alacsony városi sebességnél én is éreztem, de lelövöm a poént, hogy most ki fogom próbálni nem sokára magas sebességtartományban is, hogy hogy muzsikál a cucc. Nézzük gyorsan meg a Race-sztárokat, hiszen itt azért ugye jelentős különbségek vannak. Először is 3K-s karbont tartalmaz a héj, ezáltal könnyebb az egész bukós isak, és mégis merevebb. A plexivel kapcsolatos és a szellőzéssel kapcsolatos dolgok azok ugyanazok, viszont nagyon jelentős különbség, azon kívül, hogy a bélés anyaga is más, tehát ez ezüst szálakat tartalmaz, tehát hogy még, hogy mondjam, bőrbarátabb és jobban ellenáll az izzadságnak. Azon kívül itt a bélés alatt, hogyha megnézzük, akkor ez a piros anyag, amit látunk, ez a flex rendszer, ugye ez is egy 3 rétegű belső EPS takar, amiben ez a piros réteg, ez lehetővé teszi azt, hogy teljes mértékig el tudjon mozdulni a fejeden, és ezáltal rendkívüli mértékben lecsökkentse a erőhatásokat. Viszont ami még nagyon fontos, hogy ezeknél a sisakoknál, ezeknél külön kiemelik, hogy rendkívül komoly hangsúlyt fektettek az aerodinamikára, magyarán az egész légáramlása az olyan, hogy a
Ezeknek a biztonsági berendezéseknek köszönhetően azért némileg a mondjuk nagyon könnyű sisakokhoz képest kicsit nagyobb súlyt, az maximálisan kompenzálja, és igazából menet közben nagy tempónál sem érzed a fejeden, hogy milyen súlyú a sisak. Azt mondja, hogy ez nagy lesz nekem, viszont ez elvileg jó méret, úgyhogy akkor most elérkezett egy ilyen örömteli pillanat az én életemben is, hogy leveszem a sisakplexit. Ről a takarófóliát, bocsánat, így, hogy jól kilássunk a sisakból, mert erre most szükség lesz, ugyanis akkor elmegyünk egy forgalommal elzárt teljesen magánterületre, és tényleg viszonylag komolyabb sebességnél, kölcsönkérem hozzá Ákos kollégámtól a teljesen csupasz, idomok nélküli Hondát, és akkor egy igazi naked bike-on, amit az szól, tehát remélem, hogy 2 kiló fölötti tempónál, megnézzük, hogy milyen fejen, milyen benne a zaj, milyenek a légáramlási viszonyok, és ez az egész aerodinamikás, hogy mondjam, plusz, ami benne van, az igaz-e vagy sem. Megnézzük, hogy milyen a Bell Race Star rendes sebességnél, egy szélvédelem nélküli motoron. Ezt valóban forgalommal elzárt területen vesszük föl ezt a snittet, tehát itt biztos, hogy nem fognak autók meg egyebek közlekedni, és mindjárt lesz előttem egy néhány kilométernyi egyenes tiszta beton. Most egyelőre első nekifutásnak azt csináltam, hogy az összes szellőzőt kinyitottam a résztárom. Tehát az áll is, a homlok is, a fejtető is, meg hátul a felső szívónyílás is nyitott állapotban van. Viszont itt a plexit azt becsukom. És akkor megnézzük először a szellőzést is, meg a szélzajt is. Most teljesen simán ülök csak. Egészen jól viselhető, most kezd megnőni a szélzaj. Itt már egy kicsit érdemes. Hát az a baj, ha bebújok, akkor pont a kamerának a szélárnyéka, vagy a turbulens szélzaja kicsit tönkreteszi a dolgot. Így meg viszont az én súlyommal és légellenállásommal nem megy többet 180-nál a 650-es Honda. Úgyhogy ennyi. Ezt a 180-as tempót tudom megmondani nektek, hogy milyen iszonyatosan komoly szellőzés van a sisakon belül, de iszonyatosan komoly szellőzés. Már el is kell vennem. De az az érdekessége a szellőzésnek, hogy nem olyat produkál, hogy valahol erős szelet érzek a fejem környékén, hanem gyakorlatilag egy teljesen konstans és zavarásmentes légáramlás van. Tehát teljesen tökéletesen, finoman legyezi körbe. Tehát nincs az, ami egy csomó hasonló sisaknál megvan, hogy egy-egy helyen ilyen erős légáramlás van. Most azért megnézem, hát ha esetleg a külső szél miatt nem tudtam többet menni. Meg akkor nem is rakom föl 6-ban, megnézzük 5-ösben milyen. Na, így azért tovább ment a bringa. Két kilót kierőltettem belőle. Azt tudja tartani 5-be. 6-osban már nem, ott már csökken a sebesség. Szóval tényleg az az érdekessége, hogy egy ilyen hajszál finom, susogó levegő van, sehol semmi erős, és valami iszonyatosan komoly a szellőzés. És most kíváncsiságból még egy olyat eljátszok, hogy becsukom az összes szellőzőnyílást. Fejtető is, meg hátul a szívó is, így, most minden le van csukva. Fordulok még egyet, és akkor megnézzük, hogy becsukott szellőzőkkel, így csupasz motoron mit produkál, hogy például a szélzaj az kisebb lesz. Egyébként megmondom őszintén, hogy meglepően nem volt vészes a szélzaja a sisaknak 200-nál. Na hát ebből egyúttal kiderült az is, hogy gyakorlatilag semmit, de semmit a világon nem változik a szélzaj attól, hogy nyitva vagy zárva van a szellőző. Tehát konkrétan
csupasz motoron. Csupasz motoron is, igazából teljesen semleges. Nem nyomja hátra a fejem, nem tekeri a fejem, tehát semmi ilyesmit nem csinál. Még egyetlen egyre kíváncsi vagyok, hogyha oldalra fordulgatok közben, akkor mit fog produkálni. Tehát magyarán mondva ilyen csavaró turbulenciákból mit mutat a cucc. Rohadtul semmi. Tök vicces, 2 kilónál nézegetem a tájat jobbra-balra. Szó szerint. Kurva jó. Bocsánat, nagyon jó. Na. És most poénnak megint kinyitom a szellőzőket, csak azért, mert melegen van egy kicsit benne, mert kint azért rendesen süt a nap. Konkrétan a szememben nem megy a szél, de azon kívül, mint hogyha nem lenne rajtam sisak. A súlyát sem érzem, nem nyomja hátra, nem nyomja neki az orromnak. Így nyilván a szél zaj az nagyobb lesz elfordulva, de semmilyen negatív csavaró hatás az nincsen. Nem gondolom azt most ezután a néhány kis köröcske után, jó, hogy 200 fölött, tehát 270-nel nem mentem, na. De ezt leszámítva, azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag szerintem ez versenypályán is kielégít a földön minden igényt. Nem hiszem, hogy ennél magasabbakat sokan támasztanak egy ilyen típusú csúcsisakkal szemben. Visszaértünk a Motosztár üzletébe, kicsit bogaras lett szegény Bell, de ennyit megért ez a menetpróba, én azt gondolom, mert hogy egy nagyon csattanós választ adott az én számomra mindenképpen, arra nézve, hogy mennyire nem a sisaknak a ráírt súlya számít, mert ezen ugyan rajta van, hogy 1430 g, és sokan felhördülnek, hogy hát versenypályára ennél könnyebb sisakot szoktunk ugye, vagy szoktak keresni a motorosok döntő részben, de pont az aerodinamikája miatt annyira nem lehetett menet közben minden szélvédelem nélkül is 200 környékén érezni benne a menetszelet, láttátok még a forgolódást sem, de semmi egyebet, hogy én ott akkor, amikor mentem vele egy órával ezelőtt, akkor megesküdtem volna rá, hogy sokkal könnyebb maga a bukó, és tényleg ez a tulajdonsága, ez szerintem nagyon vonzóvá teszi, és érdemes egy kicsit közelebbről megnézni itt bent a Motosztár üzletében a teljes kínálatot, és választani belőle, ami neked megfelel, mert nem csak biztonságos, hanem nagyon kényelmes és jól viselhető is. Amennyiben tetszett a sisak bemutatónk és a menetpróbánk, akkor kérjük, hogy nyomj rá egy lájkot, hogyha lent a leírásban elolvasod a vonatkozó cikket, akkor ott megtalálsz mindenféle webáruházas linket a Motosztárba, árakkal, minden egyébbel. Együtt, tehát ott könnyen tudsz tájékozódni. Ugyanott lent találod a linket, amin át támogatni tudod a munkánkat. Ha még eddig nem tetted, akkor kérjük, hogy iratkozz fel a csatornánkra, és nézd meg korábbi tartalmainkat is, és köszönjük, hogy velünk tartottál.